Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a nektek készített országot. Kedves hallgatóim, így hív és így buzdít minket Jézus a Máté evangéliumban. November 1-én minden szenteket, november 2-án pedig halottak napját ünnepeljük. Jézus sokat beszél a halálról, sokat beszélnek róla tanítványai, az új szövetségi iratok szerzői is, de soha nem önmagában a halálról, hanem mindig az élet, a feltámadás és az örök élet bizonyosságával együtt. Az egyház mesterét követi tehát, amikor együtt ünnepli minden szenteket és halottak napját. Összeköti a halált és a feltámadást. Sőt, a hit merészségével, a dolgok természetes időrendjét felcserélve, a kettős ünnepen a feltámadást veszi előre minden szenteket. Előbb emlékezik meg azokról, akik már az Úrnál vannak, nem csak a hivatalos kanonizált szentekről, hanem arról a sok-sok névtelenről is, akikről hiszi, hogy örök sorsuk már egyenesben van. És csak utána másnap ünnepli meg a halottak napját. Azért teszünk így, mert hittel hisszük, hogy a halál nem a végállomás. Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, egy ajtó kinyílik ott fenn a mennyben, írja Gárdonyi Géza egyik versében. Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, ez a halál. Mi ezt látjuk, amikor elveszítünk valakit, akit szerettünk. Testi szemünk ezt látja, földi gondolkozásunk ezt fogja föl, a halált. Ám azt, hogy egy ajtó kinyílik ott fenn a mennyben, azt nem látjuk testi szemmel. Azt a hit szemével látjuk, ahogy az apostol figyelmeztet, ne a láthatókra nézzetek, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók elmúlnak. A halál, amit nap mint nap látunk, mulandó, és nem is lehet végállomás. Egykor vége lesz a halál uralmának. Ekkor nyílik meg a nekünk készített ország kapuja, amit Jézus ígér az evangéliumban. Hozzáteszi, hogy azok előtt nyílik meg ez a kapu, akik földi életükben enni adtak az éhezőnek, inni a szomjazónak, meglátogatták a foglyot, ápolták a beteget, egy szóval akik másokért éltek. A földi élet és a halál utáni mennyei élet elképzelhetetlenül szoros kapcsolatban áll egymással. Erre tanít Jézus, erre az egész Biblia, erre minden szentek napjának szentmisebeli evangéliuma a 8 boldogság, a boldog mondások sora. Figyeljük meg, hogy mindegyik mondatnak, mind a 8-nak az első fele az ember evilági földi magatartására, cselekvésére és lelkületére vonatkozik. Azokra, akik itt, most, földi életükben, lelki értelemben szegények, akik szelídek, akik sírnak, éhezik az igazságot, akik irgalmasak, tiszta szívűek, békességteremtők, akiket üldöznek az igazságért, mindez tehát a földi életben. De a mondatok másik fele, az mind a mennyei életet, annak áldásait ígéri. A boldogok azért boldogok, mert övék a mennyek országa, mondja Jézus, vagyis Isten uralma, mert ők vigasztalást nyernek Istentől, földi szenvedéseikért, mert övék lesz a föld, mármint az új ég és föld a mennyei életnek a tere, mert meglátják Istent, mert irgalmat nyernek, mert Isten fiainak, Isten gyermekeinek mondatnak. Mindezek az ígéretek már most a földi életben elkezdenek valóra válni, ám végső teljességre mégis halálunk után a mennyben jutnak majd. Földi tetteink és mennyei sorsunk összekapcsolódik. Mindaz, aki halottak napján
valami módon megemlékezik elhunyt szeretteiről, hitvallást tesz arról a hitéről, hogy a halál nem végállomás. Erről tesznek vallást valamiképpen, nem tudatosan, azok is, akik nem tekintik magukat vallásosnak. Mégis erről a szív mélyén rejtőző, be nem vallott reménységről adnak számot öntudatlan, amikor ilyen időtájt ellátogatnak a temetőbe, virágot, az élet jelképét visznek a sírokra, sőt gyertyát gyújtanak, a világosság, az örök világosság jelét. Vajon miért csinálják? Ahogy gondolom mindenkinek, nekem is van sok nem hívő rokonom. Ők azok, akik nem mulasztják el megtartani halottak napját. Amikor én kimegyek a temetőbe, szüleim, rokonaim sírjához, az ő mécsesük már ott lobog. Miért? Szokásból teszik? Lehet. Megemlékezésül? Bizonyára. Vagy maguk sem tudják miért? Nagyon valószínű. De akármi is a bevallott, tudatos indok, a mélyebb ok az, hogy a halál véglegességét ők sem hiszik el egészen. Minden ember úgy van teremtve, hogy nem tudja elfogadni a halál tényét, a halál botrányát, a halál véglegességét. Ez az, ami összeköt minden embert, hívőt, nem hívőt. A közös tiltakozás a halál botránya ellen. Amikor imádkozunk halottainkért, ezzel arról teszünk tanúságot, hogy hisszük, van a holtaknak feltámadása. Ha nem hinnénk, mi értelme lenne imádkozni értük? Semmi. A halottakért mondott ima bibliai alapja a Makkabeusok második könyvének 12. fejezetében szerepel. A zsidó függetlenségért és vallásszabadságért Krisztus előtt 167-től vívott Makkabeus háborúban az történt, hogy az egyik csata után az elesett hősöket a többiek nem csak eltemették, hanem, amennyire tudjuk, először a hit történetében imádkoztak is értük, hogy Isten bocsássa meg a bűneiket. Azért tettek így ezek a zsidó emberek, magyarázza a Szentíró tovább, tehát a Makkabeusok második könyvének 12. fejezetében, a 44-es és 45-ös versben, és ezt most idézem, tehát azért, mert helyesen és hívőhöz méltóan gondolkodtak a feltámadásról. Hiszen ha nem remélték volna, hogy az elesettek, a megholtak fel fognak támadni, felesleges és hiába való dolog lett volna imádkozni a halottakért. Ezen kívül tekintetbe vették azt is, hogy azokra, akik istenfélőként hunytak el, azokra igen nagy jutalom vár. Eddig tehát az idézet a Bibliából. A feltámadás szilárd bizonyossága, mint egy 2 évszázaddal Krisztus előtt. Az ószövetségi ember régtől fogva hitt valamiféle szabadulásban a haláltól, és aztán, de még mindig századokkal azelőtt, hogy Jézus az első zsenge feltámadása megtörtént volna, már akkor sokan bizton tudták, hogy lesz a holtaknak feltámadása. És több más vallásban is tapasztalunk valami hasonlót. Nincs olyan vallás a világon, amely el tudná fogadni, hogy az ember élete végleg lezárul a halállal, hogy a halál teljes megsemmisülés volna. Nem, mindegyik vallás hisz valamiféle halál utáni életben, még ha ezek a hitek oly nagyon különböznek is a zsidó-keresztény feltámadás hittől. Valamiféle kettősséggel gondolunk a halálra, úgy, mint minden földi dolgaink végére, egyszer, mint úgy is, mint ahol értelmet kapnak földi dolgaink, erőfeszítéseink, kínlódásaink, szenvedéseink. Juhász Gyula írt erről egy verset, a címe
valahol lenni kell. Ezt most elmondom. Valahol lenni kell egy lakomának, hova hivataloskit idelen halálba űzött éhség, bánat vagy reménytelen szerelem. Valahol lenni kell egy palotának, hova bejáratoskit idelen minden örömből és fényből kizártak, s elhult a rögös útfelen. Valahol lenni kell egy orgonának, melyen majd egyszer befejezhetem a dallamot, mely itt halálba bágyadt, s mely az élet nekem. Eddig a vers. Valahol lenni kell, így kezdődik. Valahol lenni kell valaminek. Egy lakomának, egy palotának, egy orgonának. Valaminek, ami értelmet ad mind annak, ami oly sokszor látszik értelmetlennek itt a földi életben. És főképp valahol lenni kell valakinek, aki megjegyzi, számon tartja a küszködéseket, a könnyeket, a jajokat. Így sóhajt a magyar költő, és így sóhajt év ezredekkel ő előtte a Biblia nagy szenvedője, Jób. Jób. Betegségében, élete romjain, halálos kórban, elhagyatva, szenvedése tetőpontján fogalmazza meg ezt a vágyakozását. Bár csak lenne valaki, aki leírja, sőt úgy mondja, hogy kősziklába vési, megörökíti, számon tartja az ő Jób szenvedéseit. Ezt kiáltja Juhász Gyula is, jó 2,5 évezred múltán, és mi is ma. Nincs nagy különbség. És az pedig nem lehet, hogy az embernek, az ószövetségi Jobbnak, a 20. századi magyar költőnek, minden embernek erre a tértől, időtől független vágyódására ne legyen válasz. Hát van is, mert mit csinál rögtön e szavai után Jobb? Elkezd prófétálni a megváltóról. Sok-sok évszázaddal Jézus Krisztus eljövetele előtt így prófétál. Jób könyvében, tehát a 19. fejezet 25-ös, 27-es verseiben. De én tudom, hogy az én megváltóm él. Ő lép majd fel utoljára a földön. Amikor meghalok, maga mellé állít, és meglátom még testemben az Istent. Saját szemem látja, nem pedig a másé. Vágyódás tölti el veséimet. Íme itt van ez a Jób. Ez már mindent tud, halálról, feltámadásról. De mikor jut erre a tudásra, hogy valahol lenni kell egy lakomának, egy palotának, egy orgonának, egy megváltónak, hogy lennie kell valakinek, aki értelmet ad a sok földi küszködésnek, mikor jön rá? Nem a történet elején, amikor még jólétben, gazdagon, boldogan, Istentől megáldva él, egyáltalán nem, hanem most, szenvedése legmélyén, a szemétdombon. Bárcsak leírná, számon tartaná életemet valaki, bárcsak megemlékezne rólam a mindentudó Isten. Valahol lenni kell. Bizony porból vagy, és vissza fogsz térni a porba, mondja Isten, de csak a bűn után, a bűn megjelenése után az embernek az édenkertben. Olvassuk ezt a Teremtés könyve 3. fejezet 19-es versében. Minden élet vége halál, de amióta a Homo sapiens, az értelmes ember megjelent a földön, amióta a legelső ember agyában megfogant a legelső gondolat, azóta az embert soha nem hagyta nyugodni a kérdés. Ha a végén mind meghalunk, akkor minek élni egyáltalán, minek megszületni, minek tenni bármit,
és bár a lét minden oldalról azt mutatja, bizonyítja, harsogja, ordítja, hogy minden, ami él, a növény, az állat, az ember, mind a halál felé tart, elmúlik, megsemmisül, az ember mégsem szűnt meg, történelme hajnalától mind a mai napig nem szűnt meg hinni az örök életben. Vajon miért? Ez a hit nem a nyilvánvaló közönséges érzékszervi tapasztalásainkból származik, hanem sokkal mélyebbről fakad. Azt mondjuk, minden dolog véges. De honnan tudhatjuk ezt? Csak is onnan, hogy van, ami belsőnk titokzatos mélyén van valami, ami viszont végtelen. És öntudatlan, ezzel hasonlítjuk össze a véges dolgokat, és így mondjuk ki, hogy hát bizony ezek végesek. Ha nem lenne bennünk ez a titokzatos tudás a végtelenről, akkor egyáltalán nem tudhatnánk azt sem, hogy a dolgok egyébként végesek, mert hát mihez képest végesek? De vajon nem merő képzelgés, nem üres szó mindez, ahogy a nem hívő emberek mondogatják nekünk? Meg lehet tapasztalni a végtelent is valamiben, ahogy a végességet naponta megtapasztaljuk? Igen, meg lehet. Két dolog van, amelyeken, mint valami résen át, megpillanthatjuk a végtelent. Az igazság és a szeretet. Mert az igazság, ha valóban az, akkor örök. Örök érvényű. Bármilyen egyszerű kis elemi igazság, hogy kétszer kettő. Örök. Nincs térbeli és időbeli határa. Igaz mindig, mindenhol. És az igazságokat az ember pedig tudni akarja. Hát miért? Miért fürkészi a kozmosz a csillagok titkait, holott ezek végtelen távol vannak tőle? Ő maga még a Föld bolygónak is csak egy icipici pontján él. Miért kutatja a régmúlt történelmét, mikor ő maga a 21. században él? Miért akar tudni olyan dolgokat, amelyeknek semmi gyakorlati hasznát nem veszi mindennapjaiban? Élete térben, időben szűk határok között folyik, és ő mégis a mindenséget akarja tudni. Hát miért? Mert ellenállhatatlanul vonza őt a végtelen. Voltak és vannak korok, rendszerek, hatalmak a történelemben, amelyek meghamisítják, kicsavarják az igazságot. És ez minden normális embernek fáj, szenved a hamisságtól, elborzasztja a hazugság. És nem csak akkor, ha ő kézzelfogható hátrányt szenved emiatt, nem. Bensőnk ösztönösen tiltakozik minden hazugság ellen. A hazugságra épülő társadalmak pedig előbb-utóbb megromlanak és szétesnek, nem bírnak fönnmaradni. Miért van ez? Azért, mert az igazság van, egy és örök. És az ember erre a létező egy örök igazságra vágyik. Márpedig nem vágyna rá, ha nem ismerné. De nem ismerné, ha nem volna ő benne is belül. Valami, ami rokon az igazsággal. Ha nem volna benne magában is valami, ami örök és örökké való. És a másik, ami még tágasabb rést hasít az öröklét függönyén, az a szeretet. Örökké szeretni foglak, mondják egymásnak a szerelmesek akkor is, ha nem hívők. Ilyenkor ők is szájukra veszik, kimondják a szót, hogy örökké, amelyben amúgy az eszük nem hisz. Mert szerelmesen el sem tudják képzelni, hogy az érzés, ami betölti őket, elmúlhat egyszer, hogy véget vethet neki bármi is, akár a halál. Hát nem, ilyenkor öntudatlanul
az örök életben hisznek. A hívő ember pedig végképp nem tudja elképzelni, hogy Isten, aki sok-sok embert rendelt melléje életében, és ezeket a szeretet kötelékével kapcsolta ő hozzá, szüleit, férjét, feleségét, gyerekeit, rokonait, barátait, hogy ugyanez az Isten azt akarhatná, hogy ezek a kötelékek egyszer a halállal végleg elszakadjanak. Isten, ha jó, nem engedheti meg ezt, mert ez botrány volna. És ha mindenható, el is tudja érni, hogy ne legyen így. A szeretet örökké megmarad, írja Pál apostol erről a szeretet himnuszban. De csak úgy maradhat meg örökké a szeretet, ha az, aki hordozza, aki szeret, és akit szeretnek, az maga is megmarad örökké, ha nem hal meg soha örökké. Aki, ha meghal is, él. Ezért van feltámadás, ezért van örök élet. Az igazság és a szeretet tehát örök, nem emberi fogalmak vagy kitalációk, hanem Isten ajándékai, amelyekből az ember részt kap, részesedik. Ha az ember találta volna ki az igazságot meg a szeretetet, ha az igazságot emberi erő tenné igazzá, a szeretetet emberi vágy tenné örökké, akkor az ilyen pőre emberi igazság és szeretet soha nem lett volna elég erős ahhoz, hogy legyőzze a halált. De hát tudjuk, hogy valakinek az igazsága meg a szeretete legyőzte a halált. Legyőzte a halált az a Jézus Krisztus, aki ezt mondta magáról. Én vagyok az igazság és az élet. Legyőzte a halált az, akiről hisszük, hogy szeretet az Isten. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!